Az első mérkőzésen elszenvedett 7 gólos vereség után nem sok esélye maradt a Fürednek a szombati visszavágon. Persze a piros mezesek nem feltartott kézzel vágtak neki a találkozónak, és ennek már meg is lett az eredménye. Az első 2 találat a hazaiaké volt, de a vendégek meglehetősen gyorsan egyenlítettek. 3-3 után újból felcsillant a remény, a BKS a félidő közepén 2-szer is 3 gólra növelte előnyét. Egy kissé szigorú kiállítást követően a spanyolok éltek a lehetőséggel és újból egyenlítettek, majd a félidő utolsó 10 percében át is vették a vezetést. 12-13-mal fordultak a csapatok, és a hazaiak egy jó kezdést követően, ha csak rövid időre is, de egy gólos előnyhöz jutottak. Ekkor sajnos előjöttek a megszokott hibák és a kapkodás. A spanyol csapat köszönte szépen és könyörtelenül kihasználta a füredi megingásokat. Átvette a vezetést és a találkozó végéig nem is adta ki a kezéből. Az utolsó 10 percben már csak a szorosabb eredmény elérése maradt a cél a hazai oldalról, de az egyre fáradó BKS csak megközelíteni tudta ellenfelét. Végeredményben a 2 mérkőzés alapján megérdemelt spanyol győzelem született. A csapatként nagyobb erőt felmutató vendégek jutottak a csoportkörbe. Talán ha az első mérkőzésen egy szorosabb eredmény születik, egy sokkal jobb hazai játékkal legyőzhető lett volna a Granollers, de ehhez a kulcsjátékosoktól 100%-os teljesítmény kellett volna. Sajnos sokan messze nem a legjobb formájukban játszottak. Ennek ellenére nincs miért szégyenkezni a füredi fiúknak, derekasan küzdöttek mindkét mérkőzésen, és ez a jelen állapotban ennyire volt elég. Összesítésben a 2 találkozó alapján Granollers Balatonfüred 55-46. Bueno, estamos muy contentos por la clasificación. Los dos partidos han sido muy duros. Tehát nagyon örülök a mérkőzésnek, hogy sikerült neki megnyerni ezt a 2 mérkőzést. Tudta azt, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés vár rá, hiszen tudta azt, hogy a Zolit látta játszani a bajnokságban Magyarországon. Voltak felvételi róla, és arra számított, hogy egy meghatározó játékos ennek a csapatnak, és hogy kicsit tartottak ettől a mérkőzéstől, de hál' Istennek jó volt a védekezésük, hosszabb támadó játékokat játszottak elől, és hál' Istennek sikerült nekik ezen a mérkőzésen nyerni. Nagyon örül tulajdonképpen, hogy sikerült ezt a mindkét mérkőzést megnyerni. És nagyon örül neki, hogy ugye, mint az edzője, tehát nagyon örül annak, hogy sikerült nekik kvalifikálni magukat, és bármelyik játékos elmondhatja ezt a csapatról magáról, hogy sikerült nekik tovább jutniuk, hiszen ők erre készültek, és nekik ez egy nagyon fontos mérkőzés volt. Nagyon kemény védekezésre számított, hogy meg fogjuk tudni őket állítani, és nem fogja tudni könnyű gólokat lőni. Ez valamennyire meg is valósult tulajdonképpen a mérkőzésen, de ki tudták játszani végig a 60 percet türelmesen, és hát végül is tudtak nyerni. Europa, que la verdad es que es una competición que cualquier jugador quiere jugar. Először is hát gratulálni kell a Granollers csapatának, hiszen mind a két mérkőzésen azt gondolom, hogy nagyon jó, nagyon komoly játékot játszottak. A védekezésük az extra volt, tehát ez a nyitott, agresszív kettesekkel, fellépő hármasokkal, tehát mi a bajnokságban ilyen csapat ellen, még ilyen védekezési rendszer ellen, ha találkoztunk is, nem ilyen minőségben játszották ellenünk, és teljesen megfogta a játékunkat. Ami érződött a mai mérkőzésen, aminek mi is örülünk, hogy a mi oldalunkon, hogy hát a Szita Zoli visszajött a játékba, örülök a jó játékának. Sajnos jobb átlövőből elmaradtak a kinti meccsen és a hazai meccsen is azok a gólok, az a mennyiségű gól, amelyben egy ilyen műfokú mérkőzést talán meg lehetne nyerni, vagy a továbbjutáshoz lenne esélyünk. Szerettünk volna nyerni, nagyon jó lett volna, talán meg is érdemeltük volna, de buta hibákból azt gondolom, hogy a kritikus pillanatban a második félidőben megindítottak bennünket, könnyű gólokat lőtek, és tehát a hazai győzelemnek az esélyét is elszalasztottuk. Megyünk tovább, ma még sírunk, holnap pihenünk egy picit, és kedden már újból egy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, hiszen tévés meccsen várjuk a Komlót, akik más vagy 2 hete nem játszottak meccset. Nekünk regenerálódni kell és koncentrálni a bajnokságra. Először is szeretnék gratulálni a vendégcsapatnak a győzelemhez és a továbbjutáshoz is egyaránt. Nagyon csalódott vagyok a vereséget, illetve meg akartuk nagyon nyerni ezt a mérkőzést, de nem sikerült megoldanunk a beálló körüli védekezés sem, a lerolnásban sem tudtunk annyi gólt lőni szerintem, amennyit szerettünk volna. A felállt fal ellen akadozott a támadó játékunk, tehát nem ültek a játékaink, vagy csak 1-2.
de megyünk tovább, csapatként ki kell javítanunk a következő mérkőzésen, Komló ellen, aztán lesz, ami lesz, megyünk tovább. És ennyi, köszönöm szépen.